szerénységű. Hogy mint a megtéve. Hova? De nem az a jellegzetes panónia hangja. Igen. Kétültem, hogy a paródia is, meg ez is. Jó napot kívánok! 936-ban gyártott Wanderer típus. A hat puskázzak, jó? Mert ezek a technikai adatok ugye a nőktől csak az szokás kérdezni, hogy milyen a színe. Szóval ez egy hathengeres kompresszoros, 63 lóerős, 2000 köbcentis. Benzines? Szép a az Auto Uniónnak a gyártmánya, ugye a Wanderer. Megyek mindjárt, megyek. Ez a 30-as évek elején alakult a négy autógyár, a Korka Wanderer, az Audi és a DKV alakultak Auto Unió néven, és hát akkor még egy pár évig gyártottak ezeket a márkákat. Nekem is a márkát. Mehetünk!
Nem, jöhet az a fül, hát itt most már tudjanak bejárni, ha még van. Egy-két gyalogos a hátuljában. Gyalogos gyűjtés van. Dizájnos. Ja. Próbáljátok már ki, milyen hangja van. Na. Nagyon király. Jó napot kérünk, a Szavakígyósi helyi kábel TV-től vagyunk. Egy pár szóval nyilatkozna nekünk? Igen. Mire kíváncsi? Megkérdezhetem, hogy milyen idős az autója? 1908-as gyártmány, cseh. Ez egy cseh repülőgépgyár, az Aero, ott van az elején a felirat, Aero 10-es. 10 lóerős, 500 köbcentis, egy hengeres, két ütemű motorral. Ez a gyár ma is létezik, ma is repülőgépet gyárt Csehországba. A 30-as évek eleje az volt az az idő, ugye, amikor gazdasági válság miatt, meg a két háború közötti különféle tiltások miatt a repülőgépgyártást fékezni kellett, és akkor valamit kitaláltak, autót kezdtek gyártani. Ez volt az első típus, ez az Aero 10-es, amit ez a repülőgépgyár gyártott. Utána jött még néhány típus, egészen 1945-ig körülbelül, vagy 50-ig. Gyártott autót, és azóta nem gyárt autót, csak repülőgépet. Milyen érzés egy ilyen autót vezetni? Hát éppen olyan, mint egy mai autó tulajdonképpen. Kicsit egyszerűbb, kicsit szűkebb, de jellemzőiben nem tér el a mai autótól. Ez annyiban eltér, hogy nincs differenciálműve, és ezért a kanyarodás nem olyan egyszerű. Elől nincs fék, csak hátul van fék. De hát időbe kell elkezdeni nyomni a pedált, hogy megálljunk. Hát ilyesmi. Mennyivel megy ez az autó? Hát, ha elég nagy a lejtő, akkor 70-nel is tud menni. A gyári állapota megmaradt teljesen a kocsinak? Hát ugye ez 27-28 évvel ezelőtt lett restaurálva. De szinte minden eredeti rajta. Ezt a kis órát kivéve. Nagyon szépen köszönöm a riportot. További jó utat! Látás! Kábel televíziótól. Egy pár szóban bemutatná az autót, amit itt láthatunk. Ez egy 1936-os Adler Junior autó. Ez a sport, illetve a export változat. Ezt exportra gyártották annak idején a németek. A utcai némettől annyiba különbözik, hogy a lökhárítója más. A ottaninak annak még ilyen kis rövid lökhárítók voltak, és lapos vas tartotta össze. A műszerfala nagyobb a kilométer óra, és van benne egy ilyen nem lenyitható, nem kinyitható ilyen díszbőrbetét a tetőbe. Egyébként egy 997 köbcentis, mindössze 20 lóerős, 4 ütemű, 4 hengeres vízhűtéses oldalszelepelt benzinmotor. Ez volt az első kormányváltós autó, mert az ezek előtti az általában mind középen botváltós volt.
Hát a modern volt nagyon a maga korában, mert már fronthajtásos, első meghajtásos autó, és hátul torziós, független felfüggesztése van, elő pedig dupla rugós. Azt kérdezném azt, hogy ez az autó, amit itt látunk, hány példánya található még működőképes állapotban Magyarországon? Mennyi van még, ami az utakat rója? Hát Adlerból van elég sok, mondjuk azt meg nem mondom per pillanat, hogy mennyi van belőle, de van egy jó pár darab. Hát én ezzel 22 éve járok versenyre, 22 évvel ezelőtt lett teljesen felújítva. Hát most már egy-két helyen jön a rozsda, meg megrepett a festék, meg minden, úgyhogy már most lassan ráférne egy újabb felújítás. Csukott Adlerről nem sokan járnak, valamikor voltunk, vagy öten, akik jártunk találkozókra. Most nyitottról tudok, vagy négyről, de ők is aránylag ritkán jönnek. És egy ilyen autónak mennyi az értéke? Tehát eszmei értéke van inkább, vagy inkább tulajdonbeni értéke? Hát inkább eszmei értéke szerintem. Most hallottam, hogy eladtak itt az Alföldön egyet. Az egy kabrió volt, kicsit át volt alakítva, ilyen mennyasszonyi fuvarozásokat vállalt vele a kis öreg, és ahogy hallottam, 1,5 millió érett el. Olyan 60-65. Hát most 250 kilométerre jöttünk, Gyöngyösön túl Visontán lakunk, és onnan jöttünk le Orosházára. Hát most itt megvan egy olyan 160 kilométeres túraverseny, ezt végigcsináljuk, aztán megyünk lábon haza. Gebbi, hogy a kuplunggal, tehát a sebességváltó az még igényli a két kuplungolást, az összes többi az megfelel a többinek. A kormánya talán egy kicsit keményebb, mint a mai autóké, de egyébként ugyanúgy lehet vele közlekedni. Megvigyázni kell a fékre, mert az még madzagfék, tehát nincs fékrásegítő, mint a mai autókban. Előbb kell nyomni a féket, jobban oda kell figyelni vele. Viszontáról. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen milyen autót láthatunk itt? Hát itt egy 62-es évjáratú Skoda Felicia Supert láthatunk, ami elég jó tartja magát az évekhez képest. 10 éve készült el az autó, hát ami kopás van rajta, az van rajta. Próbáljuk megőrizni az állagát. Azt kérdezném azt, hogy milyen nagy mértékű felújítás történt az autóban, tehát mi az, ami esetleg már nem az eredeti? Hát úgy közel az eredeti az autó, de most ami látványosan nem eredeti benne, az a műszerfal. A műszerfal, amit majd idővel kicserélésre szorul. Nem, tehát benne van minden. Ami különlegesség ennek az autónak, hogy ezt annak idején két darab karburátorra gyártották, tehát egy sportautó volt. Aztán a mai autókban ez eltűnt. Eltűnt, ez fölváltotta a két torkú karburátor, de mindjárt kinyitom a gépházat, aztán meg lehet nézni azt is. Rendben. Az érdekessége, ez a két darab karburátor, ami látható, ez gyárilag így készült az autó. Gyárilag ebben tarajos dugók voltak, vezérműtengelye volt kicsikét más vezérlési fázisokat kapott, és a nagyobb sűrítés miatt volt ez nagyobb teljesítményű. Kész Csabáról. Köszönöm szépen a televíziótól. Üdvözlöm Önt, bemutatkozni egy pár szóban. Garai Lajos vagyok, Orosházáról jöttem. Ez egy 38 éves tergépkocsi, amivel itt megjelentem, és itt a érdeklődőknek beszámoltam, hogy ez az autó minden nap dolgozik. Ez nem egy vitrin autó, ez tehát minden nap dolgozik, és tehát olyan megbízható, hogy bátran elmennék vele menni szinte a világ másik részére. Azért, hogy 38 éves. Egy pár szóban bemutatná, hogy milyen autóval állunk szemben? Hát ez az autó egy nyugatnémet gyártmányú, Magirus Deitz, eredetileg katonai célra gyártott összkerék meghajtású tergépkocsi, ami tehát hadi célnak megfelel minden terepviszonyok között, akár hegyvidék, akár sártenger, ez mindent le tud küzdeni, és én nálam 4 éve van, mint tűzoltó autó került hozzám, és én átalakítottam billenőplatósra, tehát én dolgozok vele. A motorja az milyen teljesítmény bír el? A motor egy V6-os léghűtéses Deitz dízelmotor, 150 lóerő teljesítményű, rendkívül nyomatékos és nagy teherbírású motor. Milyen alkatrészeket épített bele, ami nem az eredeti a kocsiban? Hát azt mondhatom, hogy ehhez semmi alkatrész, a porlasztó csúcson kívül nem kellett semmilyen alkatrész hozzá,
mert még jelenleg van 47 ezer kilométer futott életébe. Mikor hozzám került 4 évvel ezelőtt, 6470 kilométer volt benne mindösszesen. Tehát még nincs elhasználva, jelenleg nem kell még hozzá alkatrész, annyira savabíró. Mennyi a végsebessége? Hát a végsebesség elég alacsony, mert ez egy úgynevezett hegyi fokozatú váltóval van ellátva, mivel hadicélra gyártott, maximálisan 70-nel tud menni óránként, de 60-at szereti. A motor az hány köbcentis, ami 2500 köbcentis a motor, előkamrás dízel, elég takarékos üzemmódú, tehát nagyon meg vagyok vele elégedve. És hány lóerős? 150 lóerős a motor teljesítménye. Illetve azt kérdezném azt, hogy mennyi az értéke ennek egy autónak? Hát ennek az értéke most, hát ígértek érte már pénz, de én olyan 5-tel kezdődő számjegyet neveznék meg. Hogyha megválnék tőle, de jelenleg nem tudok megválni tőle. És milyen célokra használja ezt az autót? Hát én csak a saját gazdaságomban, ilyenkor nyáron aratásban, terményszállítást a földekről, a kombányoktól hordom el. És nehéz karban tartani egy ilyen autót? Hát nem nehéz, ha valaki szereti. Én 30 éve vagyok hivatásos gépkocsi vezető, nekem valahol a vérembe benne van, és rengeteg időt szánok rá, használom reggeltől estig, de amikor van egy olyan napom, akkor ugyanígy reggeltől estig a karbantartásnak szentelem ezt az időt. És azért néz ki ilyen állapotban. Köszönöm a lehetőséget. Minden jót, viszontlátásra! Egy jegyet Gyulárik. Jó napot kívánok! Két forintos egyet szeretnék venni. Nincs itt a kalauz, különjáratban vagyunk. Azért az autó, a rádió nem az előtt. Kezdtem egy Ikarus 55-ös típusú autóbusz, amit 1970-ben gyártottak először, illetve hát 4 éve újítottuk fel ezt a járgányt. 45 lóerős Csepel motor van, állómotor. Hát ezeket a motorokat építették ezekbe az autóbuszokba. Továbbá milyen rég gyártották, tehát milyen régi ez az autó? 1952-ben gördült az első prototípus a szalagról, 53-tól szériaszerűen gyártották az 55-ös, illetve ennek a testvér típusát, a 66-ost. Az 55-ös 72 nyarán, a 66-os pedig 1973 nyarán helyeződött be. Egy ilyen busznak mennyi az értéke? Hát nézd, én úgy gondolom, hogy ennek eszmei értéke van, a mai forgalmi értéke körülbelül ugyanannyi lehet, mint hasonló kaliberű autóbusznak. Ez az igazi világháború, német gépfegyver. Thank you.
1937-es Mercedes-el érkeztem, a típus a 170V, ennyi négy sebességes plusz rükvárc van benne. Ezeket az autókat én nem tudom, hogy hol talált rá, kisapáti István újította föl. És ezt a kocsit végül csak ilyen versenyekre, illetve emlékversenyekre használják, vagy használják tehát más használatra is? Tehát van a nagyobb esemény, például országos fesztivál, vagy ahol használják ezt az autót? Hát igen, általában eseményekre veszük elő, hétköznapokban nem járunk vele. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm. Erre a orosházi találkozóra most vagyok először itt. Nagyon tetszik nekem itt a program, és egy jót motorozunk. Megkérdezném, hogy milyen motorral? Ez egy Kozák 750-es, 42-es évjáratú, ilyen katonai felszereléssel van. Én nagyon szeretek vele motorozni, ápolgatom őket. A motorjáról mit lehet tudni? Hány köpcent? Ez 750 köpcent is, 25-30 lóerős, és milyen katonai felszerelése van neki. Nehéz volt hozzájutni a motorhoz? Elég nehéz volt, mikor egy nagy farrakásban volt eldugva, 60 környékén is, annét sikerült megszerezni. Elég nehezen adták el, de azért megszereztem is. Feljavítottam, rendbe tettem rajta mindent, úgyhogy használható legyen. Van benne olyan alkatrész, ami nem az eredeti gyártmány konstrukcióját képezi? Nem, szerintem minden az eredeti rajta, úgyhogy megpróbálok korhűen felszerelni, meg beszerezni hozzá alkatrészeket, még úgy bőrzéken lehet kapni, ami hiányzik, úgy megszerezi az ember meg a barátoktól. Ezzel a motorral milyen nagyobb fesztiválokon vagy rendezvényeken szokott részt venni? Hát ha veterán találkozóan, hát el szoktam menni Egerbe, Gyöngyösre, hát most vagyok itt először is, ahol meg tudom, én elmegyek velem, én nagyon szeretek motorozni. Ennyi kell, aki petázik, az elmegy a tóra, én meg motorozgatok a öreg motoromban. Egy ilyen motornak mennyi a végsebessége? Hát egy 80-90-es tempóval lehet vele menni, de jobban szereti a 60-as tempót, mert akkor szét lehet nézni, úgyhogy ezzel nem lehet sietni, leskelődni kell. És nehéz úgy vezetni, hogy egy oldalkocsi van mellette? Nem, hát szóval meg kell szokni, mert először kétszer majd bementem is az árokba, úgyhogy meg kell tanulni a technikáját, de utána már elengedett kézzel is megy, úgyhogy... A rajta lévő festés az eredeti, vagy azóta már volt festve? Hát át kellett festeni, rendbe kellett kapni, hogy azért jól nézzen ki a motor, mert azért csak sokan megnézik ezt a kis motor. Egy ilyen motornak mennyi az eszmei értéke? Én nekem elég sokat ér pénzben, azt nem tudom. És a rajta látható fegyvert az például öntette föl, vagy az... Ezt úgy szereztem, egy ilyen ásott. Tehát végül is jelképes, csak végül is egy ilyen hatást tanított. Köszönöm szépen az interjút, viszont. Thank you.
Milyen autót láthatunk? Opel Torpedo 1911-es gyártmány. És erről a kocsiról mit tudhatnánk meg? Hát azt, hogy ez az autógyártás kezdeti időszaka, de már akkor egy nagyon modern sportkocsi volt. Netházáról jöttünk ezzel a gyönyörű autóval. Ez az autó 35 éves, itt nem is én vagyok szerintem fontos, hanem az autó tulajdonképpen. Hát szóval az autó 35 éves, egy Citroen ID 20-as, egy 2000 köbcentiméteres autó.
ami hát a maga korát fényévekkel megelőzte, és hát szerintem egy gyönyörű autó, és van olyan szerencsénk, hogy gyönyörűen rendben is van téve, és restaurálva van. És hogy sikerült hozzájutni ez a példányhoz? Ezt édesapám vásárolta, ezt az autót egy pár évvel ezelőtt egy ismerősétől, aki több Citroent is restaurált már. Ez is úgy már készen volt félig meddig, de nem volt ilyen gyönyörű állapotban. Illetve hát ő vásárolta, és hát sikerült egy olyan ismerősünket találni, aki van restaurálva ez az autó, vagy őrán lett restaurálva ez az autó, és a mai formáját ott nyerte el ebben a műhelyben. Magyarországon az utakon, illetve úgy az világban hány példány van még a működőképes állapotban? A világban nem tudom, nem, biztos nem sok. Magyarországon azt úgy tudom, hogy 16 darab vizsgáztatott példány létezik. És nehéz egy ilyen autót felújítani? Munkaigényes, az biztos, ugyanis, de nem különösebben nehéz. Munkaigényes, ugyanis sok apró dolog van, és nagy az autó, sok apró alkatrésze van, de úgy lett felújítva, vagy minden szét lett szedve, és minden csavartól csavar újra meg van nézve, és fel van újítva. És nehéz volt beszerezni az alkatrészeket? Érden van egy alkatrész kereskedő ember, aki ezzel Citroenekkel foglalkozik, és őtőle szoktuk beszerezni az alkatrészeket, nála minden van, nála van szétszedve jó pár DS, illetve hát különböző Citroenek, de ő rendel után gyártott alkatrészt is a gyártól. És mikor volt utoljára felújítva? Utoljára, hát most lett kész körülbelül egy, hát nincs egy fél éve, hogy föl lett újítva az autó. És országos, illetve fesztiválokon, rendezvényeken szokott részt venni ezzel az autóval? Most legutóbb Kiskunhalason voltunk a veterán találkozón, most itt vagyunk Orosházán, és még tervezzük, hogy Egerben majd szeptemberben elmegyünk. A motorról mit lehet tudni, tehát hány köpcent is? A motor 2000 köpcent is, egy soros négyhengeres Citroen motor, amely az autónak tulajdonképpen ez ugyanolyan, mint az őt megelőző, a Traxion nevezetű Citroennek a motorja, ugyanolyan a motor is, de van egy szivattyú, ami működteti az egész felfüggesztést, ugyanis hidropneumatikus rugózása van az autónak, ami azt jelenti, hogy van négy különálló gömb benne, amiben van egy gumimembrán, és a membrán egyik oldalon a levegő, a másikon folyadék van, és mivel a levegő összenyomható, így adja a rugózást az autó, és ezt a motorral összekötött szivattyú keringteti az olajat benne, és hát így tud tulajdonképpen működni az autó. Kocsinak mennyi az eszmei értéke? Hát az eszmei érték az szerintem attól függ, hogy mennyire fanatikus valaki, hát szerintem felbecsülhetetlen értékű számunkra. Köszönöm szépen a riportot. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Ja, kérlek szépen, a régi időkről beszél. Abban az időben, amikor még én is, hát kezdtem meg, persze. Tudod, mi van, akkor egész más világ volt, mert hát például egy olyan lemezvillás csepel, meg abban az időben 1 forint 20 filléré tankoltam benzint. Nem volt gond, hogy az ember motorozzon, nem úgy, mint máma. Nekem nagyon tetszik, mert ez nosztalgia részemről, tudod mi van ez. Én azért jöttem így, ahogy látsz, koszosra, ott hagytam a munkát, elszaladtam, amikor megtudtam, hogy mi van abban a pillanatban, rohantam ide, mondom, hát ezt nem lehet kiadni. Azt mondja az asszony, hát legalább mosak, hogy nem mosakszok én, hát Márton Miska vagyok én így is, meg úgy is. Úgyhogy annyi, gyerekek, nem, hát ezt nem lehet. Én nem tudom ezt a dolgot úgy egyszerűen csak kihagyni, hát nekünk nagy élmény, na, nagyon sokat jelent. Nosztalgia. Hiába.
ennyi át, szóval. Elől olyan, hogy teleszkopos volt, már épp ezzel épp sorolta Misának. Elől teleszkopos volt, hátul még lemezvillás. Akkor még 2000 forintért vettem, ez volt olyan 61-be. És nagyon-nagyon-nagyon hálás volt. Hát igaz, hogy olyan gyors volt, hogy a libák felrepültek úgy mellettem, és akkor az úgy egyforma sebességgel, olyan 40-es tempóval mentünk a földúton, de nagyon-nagyon-nagyon hálás kis motor volt. Olyan üzembiztos volt. Hát akkor még olyan, hogy 100 forintért tele tankolni, sőt, bele se fér 100 forintért. Kicsit ilyen. Na, köszönöm. Házáról a gép a miénk, 18 éve készült, azóta nem nagyon nyúltunk hozzá, csak ilyen apró gondok vannak vele. Milyen apró gondok fordulnak elő ezzel az autóval, mert látom azért tényleg nagyobb felújítás végül sem végződött rajta. Hát végülis a motor 18 éve meg lett csinálva, az úgy van, hát a hátsó gardánt azt évente cseréljük, mert elfogy, rossz konstrukcióhiba, hát más olyan komolyabb nincs, hűtő lett új belerakva, egyébként jó. És a kocsit fénykorában mire használták? Milyen feladatra tervezték? Hát ezt a csapatszállítás végül is, ilyen felvezető kocsi volt csapatszállításnál. A motorról mit lehet tudni? Hát ez egy A-Ford motor, 3500 köbcentis, oldalt szelepelt alul vezérelt motor. Hát is. Magyarországon hány ilyen autó található még működőképes állapotban? Működőképes állapotban ez az egy. Ez az egy, köszönöm. Illetve mennyi a maximális sebesség, amit el lehet vele érni? Hát még nem próbáltuk, olyan 80-nal járunk utazóba, 70-80. Szerintem ez 90-100 az végsebességre talán. És hogy sikerült hozzájutni ez a kocsihoz? Hát ez elég bonyolult volt, mert megtalálták kis zomboron előttünk, meg mi is megtaláltuk, aztán eljutott Csabára, és onnan sikerült elüzletelni. Ezzel a kocsival részt szoktak venni nagyobb fesztiválokon, rendezvényeken? Hát elég sok. Egy évben olyan 4-5 rendezvényre elmegyünk, meg faluba járkálunk vele, amennyit lehet. Versenyeken szokott részt venni? Szokott. Orosházi találkozón mindig itt van, a környékben talán Halasra járunk, meg Szegedre. A várakozáson, tehát a várakozásunkon felülmúlt mindent. Nagyon szép technikát láttunk itt, egy élő múzeumot, ami felvonult. Az elkövetkezőkben ennek a kiszolgálását talán még magasabb szintre szeretnénk felvinni. És a megjelentek meg voltak elégedve az itteni fogadtatással. Elég sok mindent látott, úgy gondolom, az érdeklődő közönség ebből a technikából. Számíthatnak az itt jelenlévők, hogy jövőre egy ilyen fajta fesztivál megrendezésre kerül? Hát egyenlőre érintőlegesen beszélgettünk ilyen dolgokról. Még konkrét elképzelések nem alakultak ki, de minden eszközzel azon leszünk, hogyha megteremtődik ennek az anyagi háttere, akkor valószínű, hogy meg fogunk szervezni egy szűkebb körű rendezvényt, motoros rendezvényt. A nézelődők hány autót, illetve motort láthattak itt? Hozzávetőleg közel 100 darabot.
És mekkora fokú felkészülést igényelt ez, hogy megrendezésre valósuljon? Végül is a fő megvalósítást azt az orvosházi Old Timer motoros műszaki klubnak köszönhetjük. Mi csak itt az ő pihenésüket segítettük elő szabadkívülsen. Köszönöm szépen az interjút, viszontlátás! Viszlátás! Óvári József vagyok, Budapestről érkeztem, egy 250-es OS ellenesúval. Már egy olyan 70 kilométert megcsináltunk, és most ment szél a kuplungja neki. És mitől mehetett vajon szét? Nem tudna erre gondolni? Az a Bovden, a külső háza a Bovdennak, a kuplung Bovdennak a külső háza az rugózik, és állandóan nem emel ki normálisan a kuplungja, meg tapostam be neki, és attól ment szél. És hol sikerült rátalálni erre a motorra? Hát ezt én úgy vettem, hogy Perbálom, én budapesti vagyok, és a pervári rendőr körzeti megbízotté volt, át volt alakítva, jáva, teleszkopok voltak benne, elől-hátul, szóval a váz át volt alakítva. És akkor én ott megvásároltam, szélszettem és visszaalakítottam, és összeraktam újból. Magyarország után hány ilyen motor fut még? Hát szerintem ebből a 250-es OSL-ben egy olyan 200-300 darabnak kell lenni így az országba szerte szét. Nehéz egy ilyen motort felújítani, illetve karbantartani? Hát egy olyan 3 éves munka volt még összeállt, úgyhogy így már lehetett vele menni. A motorról tudna pár szóval jellemezni, hogy milyen hány köbcentis, illetve mit tud? 250 köbcentis, úgyhogy 250-es OS-sel, ez egy katonai ilyen futármotor volt a németeknek. Mennyi a maximális sebesség, amit el tud? 105, annyit megy, 105-öt többet nem. És mennyi az eszmei érték egy ilyen motornak? Hát ez változik. Hát kinek mennyit ér? Köszönöm szépen az interjút. Kérem szépen. Hívnak Budapestről, érkeztünk. Ebből a kis NSU 600-as, kéthengeres, 1962-es évjáratú autóval. Ez a kocsihoz hogy sikerült hozzájutnia? Ezt pár évvel ezelőtt vettük egy idős bácsitól, egy 86 éves bácsitól, első tulajdonosa volt tulajdonképpen. Elejétől fogva, úgyhogy 25 ezer kilométer van. És sok munka volt vele, míg felújították? Nem, mert nagyon vigyázott rá. Garázsban volt végig, hát azért is van ilyen állapotban. Milyen alkatrészeket cserélt rajta, ami nem eredeti? És nem? Semmit szinte. Minden az eredeti benne? Minden az eredeti. A motorjáról mit tudnál mondani? 600 köbcentis, kéthengeres motor van benne. Nagyon aranyos kis frappáns autó. És mekkora gyorsulása? Gyorsulását azt hiszem, ilyen autórát talán nem lehet mérvadónak tekinteni. 80 km/h sebességet 3 személlyel is akár nyugodtan tud menni. Magyarországon hány ilyen autót találtam meg működőképes állapotban? Én úgy tudom, hogy 600 köbcentisből ez az egy darab van, és 1000 vagy 1200 köbcentisből, ami jóval fiatalabb, abból azt hiszem, hogy egyet tudok. Ezzel a kocsival szokott fesztiválokra, rendezvényekre kijárni? Szinte mindig. És másra szokta használni az autót, vagy csak ilyen nívós eseményeknél? Csak ilyen eseményekkor szoktuk alapvetően elővenni, illetve ha a hétvégén jó idő van, esetleg elmegyünk vele azért egy kicsit. És ő mióta foglalkozik autógyűjtéssel? Mégis pár éve foglalkozunk vele, én aposom által örököltem főleg azért ezt a hobbit, úgyhogy így közösen üzzük családi szinten. És milyen,